Good evening. Join me. This is Drug Reporter News. Thomas. Life. Drug Reporter News. Love and hope and trust and confidence. Tonight, there's something special to talk about. So, won't you join us? Sziasztok! Ez a Drogriporter Híradó. Én Orsi vagyok, és üdv az online híradómban, ahol a világ különböző pontjairól fogjuk elhozni nektek a legfrissebb és legrelevánsabb fejleményeket a drogpolitika világából. Az Európai Tanács tavaly decemberben tette közzé az EU új drogstratégiáját, ami 2021-2025 közötti időszakra fogalmaz meg célokat a tagállamoknak. Ez már egy átdolgozott verziója annak a kiadványnak, amit az Európai Bizottság július végén tett közzé, és a civil szervezetek erősen kritizáltak, mivel hogy óriási hangsúlyt fektetett a büntetésre. Ez az új verzió egy kiegyensúlyozottabb kiadvány, a kereslet és kínálat csökkentésről is szó van, és külön fejezetet kapott az ártalomcsökkentés is. Skóciában Nikolas Törjén kormányfő bejelentette, hogy a következő 5 évben 250 millió fontot fognak fordítani a jelenlegi drogtúradogolásos halálesetek járványszerű terjedésének visszaszorítására. A parlamenti beszédben azt is hangsúlyozta, hogy ez a támogatás a nemzeti szégyenfolt felszámolását szolgálja, ami az emberi életek elveszítését jelenti az országnak. 2019-ben több mint 1200-an haltak meg olyan túladagolásban, egyébként nagyon könnyen megelőzhető lett volna azáltal, hogy az illető megfelelő segítséghez jut megfelelő időben. Every single one, 1,264 in total, was a human being with dreams and aspirations, talent and potential. They were all someone's mother, father, daughter, son, brother or sister. Each of them left a hole in the lives of those who loved them. They mattered. And while we can't help them now, we must do much more to make sure others don't suffer the same fate. A kormányfő szerint szilárd bizonyítékok állnak rendelkezésre más országokból arról, hogy felügyelt drogfogyasztói helységek rengeteg életet tudnának megmenteni, szimplán azáltal, hogy lehetővé teszik a fogyasztóknak, hogy ellenőrzött körülmények között használjanak. Az Egyesült Államokban az újonnan megválasztott elnököt egy januári levélben 212 egészségügyi és szociális dolgozó szakember kérte arra, hogy a kormányzás még első 100 napjában sürgős lépéseket tegyen a halálos túladagolások megelőzésére. A szakemberek szerint át kellene alakítani az ország drogpolitikáját koordináló szervezetet, az ONDCP működését és irányvonalát. Így a drogellenes háború helyett az ártalomcsökkentésre, a kezelésre és a megelőzésre kellene helyezni a hangsúlyt. A levélben azt is javasolják, hogy szüntessék meg a tűzoltóprogramok szövetségi támogatásának tilalmát, és a kormány álljon el azoktól a perektől, amelyeket még a Trump adminisztráció indított a felügyelt drogfogyasztó szobák működésének megakadályozására. Ezen kívül az ópiát szubstitúció és naloxone programok kiszélesítését is támogatták. Ázsiában, bár a tudomány jelenlegi állása szerint a halálbüntetés nem képes visszaszorítani sem a drogkereskedelmet, sem a drogfogyasztást, rengeteg ország alkalmazza ezt a fajta büntetést a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetőivel szemben. Sőt, Bangladesben ezt még ki is terjesztették azokra a terjesztőkre, akik a helyiek szerint csak Jaba néven emlegetett metamfetamint árulják. Sri Lankában is felvetették a halálbüntetés kiszélesítését, Indonéziában pedig a mai napig folyamatosan végeznek ki embereket ezzel az ürüggyel. Évente körülbelül 1000 ember lesz a halálbüntetés áldozata kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények miatt. És bár Ázsiában több mint 4 millió intravénás szerhasználó él, a nemzetközi szervezetek szerint ezeknek csupán a töredéke kap megfelelő ellátást. Szakemberek és az ázsiai drogpolitika kritikusai szerint ezeknek az országoknak szigorúbb büntetések és elrettentés helyett a helyi ellátórendszer fejlesztésére kellene fókuszálnia. Köszönjük a figyelmeteket, ez volt a Drogriporter Híradó, nem sokára találkozunk megint, és hogyha addig valami hozzászólásotok, kérdésetek van, vagy esetleg ti magatok bukkantok egy érdekes drogpolitikai hírrel, ne habozzatok felvenni velünk a kapcsolatot, majdnem az összes közösségi médián fenn vagyunk, csekkoljátok a drogriporter.hu-t és a 444-en a Drogriporter szekcióját. Sziasztok! Thank you for joining us. What we've been able to achieve has been done with your help. Now we go on to the next stop. Making a final commitment. Now we need your support again. Support Drug Reporter News. Today,